Köszönöm szépen ezt a remek bevezetőt. Nagy szeretettel üdvözlök és tisztelettel mindenkit itt az 5. Dunamocsi Burcsák Fesztivál megnyitóján, egy kis közösség nagy ünnepe. Valóban nagy ünnepe számunkra, 5 évvel ezelőtt indult útjára, akkor egy szerencsés nyertes pályázatnak köszönhetően tudtunk egy nagyobb rendezvényt megszervezni, és úgy döntött a szervező csapat, illetve azt szerette volna, hogy ne csak egyszeri legyen ez a rendezvény, hanem próbáljunk valami olyat alkotni, olyat kitalálni, ami mi vagyunk, ami különleges, ami érdeklődésre tarthat számot itt a hazaiak részére és a környékbeliek részére egyaránt, és amit évről évre, akár pályázat nélkül is meg tudunk rendezni. És 5 év alatt büszkén mondhatom, hogy 4 rendkívül sikeres Burcsák Fesztivál után valóban eljutottunk oda, hogy ez egy kis jubileum, és ahogy itt a szervezők egyszer mondták, felkerültünk a fesztivál térképre. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen szeretnénk mindenkinek, aki ide látogat hozzánk, minden vendégnek a legjobb arcunkat mutatni, a legtöbbet és a legjobbat adni magunkból, hogy jól érezzék magunkat és vigyék a jó hírünket. De legalább ugyanilyen fontos számunkra befelé is ez a fesztivál. Nem csak kifelé szeretnénk mutatni, hanem a helyi közösség szempontjából is rendkívül fontos, hiszen nagyon erős közösségépítő jellege van, és a mai világban már nemigen járunk össze, ritkán találkozunk, nagyon-nagyon nehéz az emberi kapcsolatokat, a barátokkal, ismerősökkel a kapcsolatokat ápolni, nemigen jut időnk a rohanó világban semmire. Ez a fesztivál azonban eljutott oda pár év alatt, hogy én úgy gondolom, hogy mindannyian, az egész dunamocsi közösség a magunkénak érezzük, és igazából saját erőből szervezzük meg. Itt a rengeteg szervezési munkát, ami már hetek óta folyik, vagy talán hónapok óta, ebben mindenki besegít, szervezetten részt vesznek benne a helyi labdarúgó klub tagjai, a helyi vadász szervezet tagjai, a helyi horgász szervezet tagjai, a helyi vadvirág, a helyi csemadok kultúrcsoport, a természetesen az önkormányzat alkalmazottai, mint egy szervezett csapat, akik az egészet mozgatják, és minden egyes helyi vállalkozó lehetősége szerint, illetve magánszemélyek is lehetőségek szerint munkájukkal, egyébben, amivel tudnak, hozzájárulnak ennek a fesztiválnak a szervezéséhez, és valóban nekünk is örömet okoz, és talán ez is valahol az oka annak, hogy akik ide látogatnak hozzánk, ők is jól érzik magukat. Hiszen látják rajtunk is, hogy mi is szeretjük ezt a helyet, mi is szeretjük ezt a rendezvényt, és mi is jól érezzük magunkat itt. Természetesen a szervezetek sorából ki kell emelnem a helyi borász szervezetet. Ugye igyekszünk a helyi termékeket és valóban eredeti helyi burcsákot felszolgálni a vendégeknek. Ez nem egy egyszerű dolog, hiszen sokan ellesnek ki tőlünk, és sokan másoltak már tőlünk szervezési egyéb megoldásokat, trükköket, egyáltalán, hogy nekiálltak ilyen nagyobb rendezvényeknek, amit a falun kívül vagy településeken kívül is híre megy és ellátogatnak oda, de nem véletlen talán, hogy Burcsák Fesztiválról nem tudok sehol máshol, hiszen nem egy egyszerű szakma és nem egy egyszerű mutatvány időzíteni, és valóban megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a megfelelő időben önöknek felszolgálni ezt az italt. Hát a helyi borászaink nagy kihívással találkoztak 5 évvel ezelőtt, de azóta már beletanultak, és hát ugye ilyen politikusok szavában illik kételkedni, de most nem nagyon mernék túlozni, hiszen nagyon könnyen ellenőrizhető, mindenkinek tudom ajánlani, hogy próbálja meg, kóstolja meg a jobbnál jobb italokat itt a helyi borosgazdák standjainál. Én annyit kérnék a hazaiaktól, hogy úgy álljanak a vendégekhez, és úgy viselkedjünk a vendégekkel, ahogy mi is szeretnénk, hogy velünk szemben viselkedjenek, ha valahova ellátogatunk, vagy valahova vendégségbe érkezünk. Illetve a vendégeinktől is azt kérném, hogy úgy viselkedjenek, úgy szórakozzanak, ahogy ők is szeretnék, hogyha hozzájuk ellátogat valaki, hogy ő, ahogy náluk viselkedne. Illetve mindenkitől azt kérem, hogy segítsünk egymáson, elsősorban természetesen a hazaiaktól, akik terepismerettel rendelkeznek, ha idegeneket látjuk, hogy tanástalanok valamit keresnek, igazítsuk útba őket, ha esetleg nem magyar anyanyelvűek, amiből szintén egyre több van, és ennek nagyon örülünk, akkor velük fokozott figyelemmel és fokozott törődéssel foglalkozunk. Mindenki természetesen a lehető legnagyobb mértékben kóstolják végig a borokat, burcsákokat, italokat, ételeket, amit itt kínálunk, de én azt kérem, hogy mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, hiszen hétfőn mindenkinek indul a munka, az iskolaév, az egyéb kötelességek, és mindenkit hazavárnak otthon.
bár lehet, hogy szalonspicesen az benne van, de erőben és egészségben. Úgyhogy én mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, és aki itt van, aki itt volt és jól érezte magát, kérjük, adja tovább, és javasolja másoknak is, ajánlja másoknak is ezt a rendezvényt. Jövőre mindenkit visszavárunk, és akit még hoztak magukkal, őket is. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, köszönöm.